A Tilinkó zenekar köszöntötte az ünnepségre érkezőket. Hagyományosan a Bori várban a Királyi Napok rendezvény sorozata keretében adták át a Deák Dénes díjat és ösztöndíjat, és a Láncos Szegfő ösztöndíjakat. Város kulturális és közösségi életében értékteremtő műfajában azt gondolom, hogy ezek most már nagyon szép hagyományokkal rendelkező díjak. Tudjuk, hogy a Deák Dénes díj az ezen a területen az egyik legrangosabb, és ráadásul ez egy civil alapítás, egy magánszemély által alapított alapítványnak a fő díja. Azt gondolom, hogy idén is nagyon méltó helyre került, a Láncos Szegfő ösztöndíjak pedig olyan témáknak a kidolgozásához nyújtanak anyagi támogatást, amelyek a városban, a megyében fontosak. Székesfehérvár kulturális életében végzett kiemelkedő alkotó, építő munkássága, valamint közösségteremtő tevékenység elismeréseként idén Kovács György címzetes igazgató vehette át a Deák Dénes díjat a Bori várban. El is érzékenyültem egy kicsit. Nem is gondoltam, ahogy a laudációban elmondta Zsófia az érdemeit, idézőjelben az érdemeimet, hogy mennyi mindent csináltam, és ahogy jöttem ide a fényképezéshez, azt mondja nekem Vörös Tamás, hogy bennünket meg se említett, hogy bennünket is mennyit segítettél, meg a zenészeket meg. Hát mondom, igen, ti kimaradtatok, de megkaptátok annak idején a segítséget. És hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a kuratóriumnak, hogy ezt a díjat nekem ítélte. Életem legszebb kitüntetései közé sorolom ezt. Átadták a Deák Dénes ösztöndíjat is, melyet idén ketten is elnyertek. Szeredi Merse Pál művészettörténész és Gergely Anna történész is ösztöndíjasként alkothat. Mint ahogy ösztöndíjasként alkothatnak tovább a Láncos Kornél Szegfű Gyula ösztöndíjak nyertesei is. 17 magánszemély és szervezet nyert a kuratórium döntése alapján kisebb-nagyobb összeget különböző kulturális elképzelések megvalósítására. Az ösztöndíjnak köszönhetően különböző művészeti ágakban eredeti, máshol nem publikált, kiemelkedő szellemi értékeket teremtő művészeti alkotásokkal gazdagodhat majd a város. Az értékteremtés mindig is azt hiszem, hogy ez az elsődleges szempont, hogy Székesfehérvár életéhez értéket adó, alkotó, kutató embereket segítsünk és támogassunk. Szeretném mindenképpen elmondani, hogy a jelenlegi helyzet ellenére, amiről tudtak a pályázók, ennek ellenére minden eddiginél többen pályáztak, és azt hiszem, hogy nagyon jó fényt vett a város közösségére. Az ösztöndíjasok egyebek mellett klip vagy filmkészítésre, regényírásra, jelmeztervezésre és különböző kutatások elkészítésére nyertek el támogatást. Az ösztöndíjasok teljes listája a város honlapján olvasható.